Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornákon, méghozzá nem mással várunk benneteket, mint az Idők között című sorozatunk következő adásával. Itt van velünk Jackass. Sziasztok! A 9. adásnál tartunk, és nemrégiben az előző adásban jutottunk be a vadnyugati helyszínünkre. És hát most ezt próbáljuk megfejteni. Ugye egy dolgot, majd kettőt megfejtettünk, ugye ezt is. Na várj egy kicsit. Nyilakban gondolkodom. Jobbra, föl az első nyíl. Ugye az első. Mind a kettő 4 darab nyíl van. Illetve mind a 4 peskőn 4 darab nyíl van. Ugyanannyi nyíl, mint ahány dobókocka. Csak még nem, túl bonyolultnak érzem. Mégis a pesgőnél mit kaptunk? Hogy kiraktuk a italokat? Hát ott vannak a nyilak. Szerintem, szerintem a nyilakat kaptuk meg ezzel. Azok a kis nyilak olyanak, mint egy kis szélforgón, az a kis nyíl. Mint az iránytű? De az iránytű. Mint az iránytű? Mi az iránytű? De mondjuk... Inkább indián nyíl lenne? Tehát azt mondod, hogy east... Nem west... Nem east, north. Tehát az egyes elvileg E-E-N. Pontosabban E-N-N-N. Ha csak nincs elforgatva. Hova kell ezt leadnunk? Vagy várja, még egy olyan tippem van, hogy mindegyikből 4 darab irány van? Így. Nem. Például fölfelé lévő nyílból 3, 2, meg 2 az 7-es darab. Jobbra, balra mutató nyílunk az 2 van mindösszesen. Úgyhogy nem ez lesz a megoldás. Az a furcsa még nekem a dobókockák esetében, hogy ott némely pöty piros színű. Lehet, hogy dekor csak. Nem csak dekor. Ez biztos, hogy a Morse kód, illetve bocsánat, a Braille kód lesz, 100%-ra mondom. A zavar engem, hogy a gyilkos, lehet, hogy az is csak... micsoda... Tehát, hogyha most az iránytűt nézzük, akkor az E, arra kell lenni S-nek. Ja! Lehet, hogy igazat mondasz ezzel. Arra van E. Arra kell lennie akkor W-nek. Mi jutott még eszembe? Igen. Igen. Arra kell lennie W-nek. Mire jutott még eszembe? A jás üvegen lévő nyílak. Mi van, ha a saktáblán a lépés irányuk? Aha. Hát ha mondjuk a pezsgőt nézed... Igen, és ott is négyet kell leadni a kincses ládához, nem? Igen, szerintem. Aha, igen. Na várjál. Ez lesz, az lesz az. Szerintem az oda fog kelleni. Na várjál, oda kell mennünk közelebb, mert az egyes pont nem látom ebből. Engedj már be, te kecseg! Jobbra, egyet lépünk jobb, oldalra. Balra. Föl. Tehát balra föl.
Az azt jelenti, hogy balra, föl, föl, B. föl. B5. Ötös. B5, az biztos. És fordítva B. kell beadni, 5B. 5B. Oké. Akkor következő. Az aztán 3. Lesz. Bal, bal, föl, föl. Egy problémám lesz, a startmezőből jobbra nem tudsz menni. Tehát a Kaplin már lét nem fogod tudni teljesíteni. Nagyon okos gondolat lett volna. Mindjárt megnézzük. Biztos, majd a sarokba vagy. Kettőt tudsz lépni. A B... D-re fogsz, nem? Bal, bal, föl, föl. Igaz? Bal, bal, föl, föl. Igen. Igen. Azok a... Bal, bal, föl, föl. Az Cecil 6-os. De mondom, jobb old a startról, jobbra te nem tudsz lépni. Az a bajom vele. Abszint. Bal, és lefele sem fogsz tudni menni, úgyhogy ez innentől bukott. Nem, szerintem elrontottuk. Mert innen nézed a startról, bal, és le. Tehát a kilépsz a saktábláról, ez nem stimmel. Ez nem az lesz szerintem. Pedig okos gondolat lett volna. Jég, lehet leadni? Ja, meg gondolom... jég lehet adni, de igazából az I meg a J nem fog kelleni. Valahogy elrontottuk. Szerintem. Az első az szerintem jó volt. De mondom, a startról, csak a negyedik köveget nézem, a startról nem tudsz te balra menni. Nézzük a kettest. Kettes, de várjál, négy... csak ez, a negyedik üvegnél már romlott a dolog, mert jobb... Mi van, ha nem a startról folytatod? Tehát 5B volt az első. Aztán ugye onnan lépsz kettőt, tehát 5B az első. Akkor írná azt, hogy folytasd onnan. Én azt gondolom. Mondjuk voltak itt olyan dolgok, amikért így egy kicsit mereztettem a szemem. Kémia. Azt szem. Igen, igen. Tehát volt megnézítve, szerintem az pedig így lesz. Akkor megnézzük, jó? Maradjunk annyiban. Tehát akkor elsőnek ugye az volt, hogy jobbra, föl, 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 tehát B5. Igen, 5B. Akkor B5-nél jobbra, jobbra, föl, föl. Elemér 3. A következőt viszont le kell puskáznom. Jobbra, le. Bocsánat, balra, le. Tehát elemér 3, meg vagy. 1, 2, 3, 4, Ferenc 6. Új, átpörgött. És akkor Ferenc 6-nál már azt hiszem ez, erre úgy emlékszem, hogy ez megvan a fejemből, de inkább megnézem. Igen, jobbra, jobbra, föl, föl. Ez viszont már tényleg jobbra, jobbra, föl, föl. Ferenc 6. Jobbra, jobbra, föl, föl. Dénes 4. Reméljük jól gondolkodunk. Nem. De kár érte. Jó kis helyet volt. Most megnézem itt a izét, megoldást. Még kérek egy kis időt, mert még a... kockák esetében gondolkodom. Ezt a sakkot. Akkor nézem meg, mert ez idegesít, hogy erre nem jövünk. Inkább azt kéne megnézni, mivel kéne először törődnünk, a kockák vagy a sakk? Sakk, szerintem.
Az a megnéztem. Hát ezt nem tudom, hogy jön ki. A üvegekről olvassa le. Üvegek? Úgy, ahogy mi. Aha. Igen. 5B az első, azt eltaláltuk. 3D a második. Ez hogy jön ki? Csak ennyit néztem meg, a többit nem. Hogy jön ki a 3D? 5D, 3D. Igen. 5B az jó, azt eltaláltuk mi is. 5B. 1, 2, 3, 4. Azért, mert elírtam én rohadék. Tiltál? Mert 3 eltírtuk. Mondtad, hogy 3D nem jön ki a 3D. Tehát mi elszámoltuk, annyi történt. Úgyhogy kezdjük előről. Illetve a harmadikkal. Tehát jobbra, le. Akkor nem a startról folytatja? Minden oké volt, csak mi a másodiknál elírtuk, és ugye innen nézegettem tovább. Tehát 3D, jobbra, 1, 2, 3 le, akkor ez 6-os elemér. Így van. De szerintem is. És akkor 1, 2, C4. Igen, annyi történt, hogy a másodikat elírtuk. Én legalábbis igen, elírtam. Holonnan már az egész borult. Hoppá, egy kapcsoló, és ezt tudjuk hova kerül. Igaz? Hova? A zongorába. Ah. Igen, hiányzik a hármas. Na és akkor most mit kapunk vele? Azt, hogy ide-oda tekergethetjük. Nagyon szeretlek játék. Hú, ez nekem hangja egy gyanú lesz. Még ugye a kerék hiányzik neki, szerintem az lesz, hogy meg kell szólaltatni, és ugye az alapján be kell helyezgetni őt. Az lesz, ebből figyeld meg. Valószínű. Na, kockázzunk. Gyanúm szerint a harmadik szám egy a nulla. Ezt ugye előző adásban már megfejtettük. És a többire nem jöttünk még rá. Induljunk ki abból, oké, hogy jöhet ki a nulla? Az, hogy ugye a számjegyek ugyanazok a dobókockák szerepelnek. Ez oké, de hogy hogy jön ki a nulla? Tehát valami oka van, valami matematikai irány, az biztos, hogy van benne. Hát a szem, így meg egy az 5. Az 13, úgyhogy már előre mondom, nem az lesz. Az oké, de hogy kivonni is kell, biztos. Így meg egy az 5. Az adjuk. 2-t, az 7, ittből kivonjuk a 6-ot, az 1, az nem jó. Nem. Nem. Jaj, de kár érte. Hogy jöhet ki? Hát, ez elég nehéz. Segítség nélkül. És még azt sem tudnám mondani, hogy a személy a kockáknak a túlsó oldala, mert nincs olyan a
bal, a jobb oldalon nincs olyan, ahol két ugyanaz a dobókockával végződik. Ha érted, amire gondolok. Mhm. Annyit nézd meg, hogy hol kéne lennünk. Nézem. Még a zongorához kell valami, és szerintem még azt meg kell találnunk először. A kockák az ajtóhoz kellenek, az ajtót. Igen. Ittják. Az oké. Várja, van egy olyan videó, amit én néztem, az, amiben... Az következik, az... Amit el is, ahol el is árulják, hogy miért az. Nálad nem árulják? Nyitja, beírja a kódot, és tehát oda megy beírni. De egyszer néz rá erre az ére is. Jó. Majd nulla, kérdez... az valóban, tehát az, arra rájöttünk, hogy nulla. A harmadik szemjegy. Akkor várjál, annyit láttam, hogy hatos lesz az első, abból induljunk ki. Hogy jön ki hatnak? Hát az első. Az nagyon érdekes lesz, na nézzük. Jöhet ki hatnak, azt mondja. Meg egy az hat. Volna, nem jó. Bővök rá. Első és harmadik kocka. Nem, az nem jó. A kettesnél nézd meg. Első és harmadik kocka összeadva, és a második és negyedik kocka összeadva, de ne számold bele a pirosat. Első és harmadik az hat. A második, negyedik, meg kettő. Az nem jó, várja. Mert a négyesnél kijön. Hat, meg egy az hét, egy, meg kettő, három. Az elsőnél nem jön ki a hat. Igen. Felsőnél. Meg a másodiknál sem. Várja. Egy. Így. Öt. Ne! Megvan. Hogy? Azt a rohadékot! Tudtam, hogy van valami fontossága piros. A piros pöttyöknek. Így van. A piros meg kell pöttyök. Szorozni, vagy? Nem, össze kell számolni soronként a piros pöttyöket. Nagyon egyszerű. Cuki! Azt számolod össze? Igen, egyszerűen csak azt annyi. Piros. Ugye az elsőben nincs piros pötty, ezért az nulla. Igen. Ott is nulla. Ennyi már, te egy. Akkor a második. 6, 4, 0, 8. Igen. De cuki! Tudom, milyen egyszerű, és mégse jössz rá. Kérni. Igen. Gyakorlatilag csak a pirossal kellett foglalkozni. Igen. És akkor ki is nyílt. Ez nem de erre se jöttünk volna könnyen. Igen, tehát erre is kellett volna így. Opári! Na! Akkor hordók. Oh yeah! De ez valami az. Ez dupla V-je kaktusz. Jajajajaj! Itt az E, illetve az N betű. Na várjál! Áááááááááá! Dani bácsi érti? Mindjárt meg fogod te is érteni. Számold össze a kaktuszt. Hornyú kaktuszokat látsz kint. Mhm. Na nézzük. Ebben látok 2, 4, 6. 6 kaktusz. Tehát E 6-ost ér. Tehát keleten 6. S betű. Ez 4-et jelent, ha jól látom. Minden részét körbenézem. Igen, 4 lesz. Élen 4, keleten 6.
Inkább betűre írjad, jó? Hogy N az ugye 6. Na nézzük a dupla V-t. Kettőt látok. Még a, micsoda mögött lehet. Jó, maradt a kettő. Nyugaton kettő. És akkor már csak a ott lévőt kell megnéznünk. Észak. 6, 4, 2. Ő pedig 3. Akkor 3. Te diktálsz. 3. Els betű mennyi volt? 4. 4-es. Igen. West. Az 2. És 6-os volt, az volt a 6-os. Bingo! Ez könnyű volt. Ott a... Ott a zongorához való. Kerék. De furcsán néz ki. Igen, ettől féltem. Ugye azokkal a kékekkel is kell kezdeni valamit. Csak tudnám, hogy mit kell. Az nyer itt ebben a megoldásban, hogy próbáljuk meg vízszintesen vagy függőlegesen tükrözve megcsinálni a jót. Most mondanám azt, hogy ha van időnk, akkor próbáljuk meg végig lottózni. Szerintem itt más lesz. Ezt mi alapján fejti majd meg ez az ember? Basszus, nem indítottam be az órát. Aztán kettő. Még egy picit törődjünk vele és elköszönünk, jó? Oké. Okay. Maradjunk ennyiben. Most egy kicsit lehet, hogy rövidebb adást fogtok kapni. Nagyon fura. Ezzel kell dolgoznunk, gondolom, nem? Hát valószínű. Igen, ez a kaktusz számlálós, ez könnyebb volt sokkal. Kockát meg okéztuk. Várjál, még itt is van valami titok. Igen, itt valami itt hiányzik. Jó, más nincsen ebben a szobában, amit így még észre le kell venni. Tudod, mi még nekem a fura? Ha megnézed a szélét, van itt egy ilyen rész, ami itt ki van rágva, hogy így fogalmazzam. Gondolsz? Szerintem arra, hogy köszönjük el. Jó, oké. Köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!